Nádler István számára sok esetben Kazimír Malevis munkássága jelentette az igazodási pontot. Sárga négyszög fehér alapon című művének alakzata az 1980-as évek közepétől sok Nádler kompozíció alapmotívuma lett, előbb trapézformaként, utóbb háromszöggé redukálva. A háromszög című festményén az először megfestett sárga, magában álló szabályos síkidomból homályos, középen mélyvörösen, szinte bajósan gomolygó téralakzat keletkezett az azt alkotó festék rétegekbe való radikális beavatkozással, s a tájképekre jellemző tónusmezők, csíkozások kialakításával. A ködös, lebegő, belülről negatívan átizzó és a határozott éles felületek együttese közvetíti nekünk azt a szavakkal kimondhatatlan élményt, amit Nádler számára jelentett Malevich egykori alkotása.